Megújult utak, megújult kerékpárutak és még további fejlesztések is várhatóak a Nyírbátori térségben. A beruházások bővülő és versenyképes foglalkoztatást eredményezhetnek. Tavaly áprilisban jelentette be Simon Miklós országgyűlési képviselő, Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6-os számú választókerületi elnöke és a térség országgyűlési képviselője, hogy Európai Uniós forrásból csaknem 1,8 milliárd forintból felújítják a 471-es főút Nyírbátor és a megye határ közötti szakaszát. A 13 km hosszú Nyírbátor központjától Nyírmihályig tartó útszakasz rekonstrukcióját a közlekedés operatív program forrásaiból finanszírozták. A főút burkolatának megerősítését, illetve a Nyírbogátnál kialakítandó körforgalom megépítését tartalmazó beruházás a közbeszerzési eljárást követően a nyár végén kezdődhet el, közölte a politikus még áprilisban. Tavasszal döntés született arról is, hogy közel 2 milliárd forintból megújul a 4912-es Újfehértó Érpatak Nagykálló összekötő út. Újfehértó belterületi szakaszán a munkálatok megkezdését novemberben jelentette be Simon Miklós. A kormány döntése értelmében a város főutcája 825 millió forintból újul meg. Köszöntöm a stúdióban Simon Miklós országgyűlési képviselőt. Jó estét kívánok! Nyírbátor és térsége meglehetősen speciális helyzetben van. Azt gondolom, ez a térség rengeteg potenciállal rendelkezik, ugyanakkor számos hátrányos helyzetű kistérséggel is rendelkeznek. Hogyan tudnak ebből a kettőből valami olyat kihozni, ami igazán lendületet adhat ennek a térségnek, és gondolom kulcs szerepe van itt az infrastruktúrának, a közlekedésnek? Igen, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. A munkahelyteremtésnek alapvető szükséglete, hogy jó infrastruktúrája legyen a térségnek. Az M3-as autópálya 2012-ben érte el Nyírbátor térségét, de hát az a helyzet, hogy a bekötő utak felújítása az nagyon fontos dolog. Ma voltam az MSK-ban, Nyírbátor egyik legrégebbi, mármint rendszerváltás utáni jól működő cégénél látogatóban, és a tulajdonos azt mondta, hogy a fejlődésnek a gátja a humán erőforrás hiánya. Sajnálatos módon elértünk odáig, hogy már kétkezű munkásokból is hiány van a térségben. Egy kettősség jellemzi ilyen formán ugye a térséget. 5000 közfoglalkoztatott, közel 5000, és ugyanakkor pedig munkaerő hiány. Ezt a problémát kell valahogy megoldani, erre kell valamit kitalálnunk, hogy a közfoglalkoztatottak szívesen menjenek a piaci munkahelyekhez. Gondolom, ennek azért feltétele lenne valamilyen képzés. Persze, pontosan, jól tetszik mondani, és ilyen formán meg kell erősíteni a képző intézményeinket, ugye a Nyírbátorban és Nagykállóban működik szakképző intézet, ugye az új struktúra kialakítása a szakképzésben az javában folyik. Én nagyon remélem, hogy ez is lehetőséget fog adni, hogy olyan képzettségű szakmunkások kerüljenek ki, akik el tudnak majd menni ezekhez az új munkahelyeket adó cégekhez. Ugye a rendszerváltás óta a tavalyi esztendő volt az, ami a térségünkben 1000 munkahely teremtését valósította meg. Tehát tavaly sikerült 1000 új munkahelyet létrehozni a térségünkben. Hát ugye itt a Koloplasztot említeném legelső sorban, ott 450 új munkahely jött létre egy 7 milliárd forintos beruházással, amiből 1,3 milliárd forintot a kormány támogatott. Ezen kívül ugye novemberben lehettünk az Air Cabin Hungary rendezvényén, amikor új gyártócsarnokot adtak át, ott 300 ember új munkahelyet találhatott, de az a nagy probléma, hogy ezek a cégek arra panaszkodnak, hogy 30-40 kilométert is el kell menni,
munkaerőt toborozni, mert helyből nincs elég jelenkező. És ugyakkor ott van a kis településeken, pedig a közfoglalkoztatás, a nagymértékű közfoglalkoztatás. Én úgy gondolom, hogy ezt a kettőt valahogy össze kellene passzintani, és nagyon fontos ilyen tekintetben az, hogy hogyan juthatnak be az emberek a munkájukra, hát utakon. Ezért kell felújítanunk mind az autópályához vezető utakat, mert ugye a nyírbátori nagy cégekhez, Nyíregyházáról, vagy még messzebbről, Miskolcról, de Debrecenből is jönnek dolgozni. Vannak-e már elindított projektek ezzel Igen. az üggyel kapcsolatban? Két projektet indítottunk el, az egyik a 471-es főútvonal felújítása, ez két fázisban történik meg. Ugye hallottuk azt, hogy a kormány döntött arról, hogy Debrecen-Nyíradony között gyorsforgalmi úttá alakítják át a 471-est, ez 18 végére meg lesz. Ehhez csatlakozva történik a főútvonal szélesítése és ívkorrekciója, ez egy tervezési szakaszban áll, és ezt megelőzően azonban a biztonság érdekében egy 2 milliárd forintos programból aszfalt felújítás történik, és körforgalmak kialakítása. Ilyen tekintetben elérjük azt, hogy a megye határ, tehát Nyírmihályi és Nyírbátor között a 471-es főútvonal megújul. Másrésztről pedig Újfehértól térségében a 49-12-es összekötő út felújítása az elindult, ugye, mint ahogy a bejátszásban hallottuk, 825 millió forintból megújult az út Újfehértó belterületén, reményeink szerint ez tovább folytatódik, és Nagykállóig rendbe tudjuk tenni ezt az összekötő utat. Ezen kívül a térségünkben kerékpárutak épültek, ugye összesen 9 települést érintett ez a program. Ez a 9 település, ez azt jelenti, hogy össze van kötve kerékpárúttal, és ennek a fő csapás iránya Debrecen, Szatmár-Németi, illeszkedik a mi programunk ebben a nemzetközi kerékpárút hálózathoz. Nyíradony és Nyírmegyes között készült el a 25 kilométer hosszú hosszan a külterületen kerékpárút, ez közel 2 milliárd forintba került. A 471-es főútvonal nagyon veszélyes, sajnálatos módon az elmúlt években is többek között biciklisek is halálukat lelték ezen az útvonalon, ezért is szükségessé vált a kerékpárutak képítése, máskülönben pedig a nagy cégeket ezen kerékpárutakon jól meg lehet közelíteni. Gondolok itt a Szárnyasvágóhídra Nyírgelsén, ami Közép-Európában is az első ilyen jellegű cég, piacvezető cég. Ott 400-500 ember dolgozik, és a Nyírbátor Ipari Parkot is a kerékpáruton is meg lehet közelíteni. Én hasonló eredményeket kívánok 2016-ban is a Nyírbátori térségben. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.